Nem biztos, hogy a foci VB B csoportjában lesz majd a legmagasabb a mérkőzések színvonalat, de azért ott van az Egyesült Államok, Anglia, Irán és Wales is, vagyis pikás mérkőzésekben egészen biztos, hogy nem lesz hiány, és még meglepetések is adódhatnak. Sziasztok, én Haraszti Ádám vagyok, a Sport TV reporter, és hogyha a követek, akkor pontosan tudhatjátok, hogy itt ezen a csatornán elsősorban focival szoktam foglalkozni, és mivel jön a labdarúgó világbajnokság, ez már természetesen a hátralévő napokban se lesz nagyon másként. Az a tervem, hogy minden nap kijövök egy-egy csoportnak az előzetesével, úgyhogy ha ezekről sem szeretnétek majd lemaradni, érdemes feliratkozni a csatornára, sőt, hogyha ezt a kis harangocskát is megnyomjátok, akkor még külön értesítést is kaptok, amikor kijönnek az újabb videók. Jöjjön a B-csoport! Amikor rögtön a világbajnokság sorsolását követően készítettem egy videót a csoportbeosztásokról, és hogy ki meddig juthat aztán a tornán ebből kiindulva, akkor az angoloktól nagyon sokat vártam, viszont azóta nagyon sok minden történt velük is nem kell nagyon messzire mennünk, ugye adekvát példáért a magyar válogatott is szépen felmosta velük a padlót itt a Nemzetek Ligájában, és úgy egyáltalán ebben a sorozatban ugye a mérkőzéseik nem néztek ki túlságosan jól, az angolok ki is estek az A-divízióból, de igazából persze ez sok mindent nem számít itt a tornát megelőzően, hiszen elsősorban azért a felkészülésre használt a 100G-t, ezeket a meccseket. De ezzel együtt is nyilván túlságosan optimisták nem lehetnek a torna előtt, de ez lehet, hogy jót is tesz egyébként az angoloknak, mert azért a média arra szeret ugye hatalmas nyomást helyezni, meg óriási elvárásokat támasztani velük szemben, ez akár még az előnyükre is fordulhat majd ezen a tornán. Mert ugye szenzációs játékos keretük van, főleg ami a középpályát, és leginkább a támadósort illeti. King, Saka, Sterling, Foden, Bellingham, lehetne még hosszasan sorolni a neveket, akár azokat is, akik kimaradtak, hiszen Jadon Sancho ott sincsen az angolok keretében. Ami viszont az igazi problémát jelenti, az ugye a csapat hátulja, mert a Gerett Southgate annak ellenére, hogy ilyen futbolistákkal rendelkezik, alapvetően eléggé beszari, biztonsági, tutyimutyi játékot szokott játszatni ezekkel a srácokkal, de jelen pillanatban tényleg úgy tűnik, hogy a védekezés a legnagyobb problémája ennek a csapatnak. Mert vannak olyan kulcsjátékosai Southgate-nek, akikben indokolatlanul nagyon szerelmes, például a kapus Jordan Pickford abszolút, ez a kategória, ő hosszú évek óta élvezi Southgate bizalmát, és ugye akkor még Harry Maguire-ről nem is beszéltünk, akiben borzalmas lejtmenetbe került az utóbbi években, ennek ellenére lehet, hogy ő lesz az első számú középhátét az angol csapatban a világbajnokságon, ami azért elég furcsán mutatna. Úgyhogy már csak ezért is azt gondolom, hogy ebben a csapatban a nagy égéstől a VB győzelemig gyakorlatilag bármi benne lehet ezen a tornán, de azt hiszem, hogy inkább a nagy égésre szavazok így előzetesen. Az iráni válogatottról sok mindent elmond, hogy az egész keretben a legnagyobb név alik, hanem a szövetségi kapitányi Carlos Keirozsé, aki a harmadik vérvéjén fogja irányítani a válogatottat. Keirozs annak idején ugye a portugál aranygeneráció utánpótlás és felnőtt szövetségi kapitánya is volt, Luis Figo a Kostával és a többiekkel, olyan nagyon sokra aztán velük nem vitte felnőtt szinten, viszont utána megfordult a Manchester Unitednél, ugye Sir Alex Ferguson segítőjeként dolgozott a Real Madridnál is, de aztán klubszinten se nagyon jött esze neki egy hatalmas dobbantás. Ide viszont visszatért Iránba, ahol egyébként egy egészen ígéretes kerettel dolgozhat, de azért VB szinten nagyon nagy dolgot szerintem nem lehet tőlük elvárni. Így is akadnak azért náluk ismerős nevek, például Mediterrani ugye a Porto csapatából, akik csoportgyőztesek lettek a bajnokok ligájában, Szerda Rázmúl a Leverkusenben játszik, amikor játszik, ott van Goddoss ugye a Brentford csapatából, vagy éppen a Feyenoordal tavaly konferenciáliga döntőt játszó Jakan Viszont látva a csoport ellenfeleket, sok esélyt szerintem nekik ezen a vb n nem adhatunk arra, hogy nagy meglepetést szerezzenek. Az Egyesült Államok elleni mérkőzésük viszont hasonlóan a 98-as találkozójukhoz elég pikásnak ígérkezik. Nézzük akkor az amerikai válogatottat, amelynek Greg Berhalter a szövetségi kapitányai már négy éve irányítja őket, és még ugye magyar ismerőse is vannak játékos korából, hiszen a pályafutása nagy részét Németországban töltötte, futballozott az Ásztézek címben és korábban az Energi csapatában is, ahol többek között Löv és Szélesi Zoli is voltak a csapattársai. Az irányításával az amerikaiak nyertek már aranykupát is, viszont most a CONCACAF selejtező sorozatban csak a harmadik helyen zártak Kanada és Mexikó mögött. Igaz, mindössze három pont volt a különbség. A kapuban alig, hanem az Árzanában csak az Európa Ligában védő Turner fog majd kezdeni. A védelem közepe az, ami igazából lyukasnak tűnik nekem ebből a csapatból, viszont a középpályán és a támadósorban is van rengeteg igazán érdekes futbalistájuk. A középpályán a legtöbb problémát szerintem Weston McKennie, Brandon Aronson és Tyler Adams bőven meg tudják oldani, a támadósorban pedig ott lesz majd Christian Pulisic, Giovanni Reina vagy éppen Timothy Vea, aki ugye a korábbi aranylabdás George fia, de egyikük sem az a kifejezett gólvágó center, és ezért is érdekes, hogy Ricardo Pépi végül is kimaradt ebből a csapatból, aki Hollandiában egész a remek formát mutatott ebben a szezonban. Ezzel együtt is azt hiszem, hogy bőven meg lehet a továbbítás a számukra ebben a csoportban. A Velsziek 1958 után először jutottak ki világbajnokságra, és lehet, hogy ezt követően majd megint sokáig kell várnunk valami hasonlóra, mert náluk is egy generációváltás látszik, szépen lassan megtörténik, illetve pont az a probléma, hogy nem tudják leváltani az aktuális generációt. Eron Ramsey, Joe és legfőképpen Gerett Bél nagyon fognak hiányozni, és nem nagyon látjuk, egyelőre az utódaikat, az biztos, hogy ők így ebben a formában az utolsó világbajnokságukon játszhatnak együtt, úgyhogy nyilván szeretnének valami nagyot domborítani, de ha őszintén akarunk lenni, már az is óriási szó, hogy egyáltalán itt vannak ezen a tornán. A csapatot ugye most már jó a Page irányítja, hiszen le kellett mondani erről a posztról a családon belüli erőszakos balhéját követően, ez sem biztos, hogy nagyon jót tett ennek a csapatnak, de tényleg beszélhetünk az ő esetükben is valódi csapatról, senkinek sem lesz egyszerű dolga a venci válogatottal szemben, de nagyon extra dolgokat nem váratunk azt hiszem tőlük. Leszámítva Gerett Bélt, akitől viszont bármikor kitelik az, hogy 20-25 méterről szerez valami egészen elképesztő volt, de hogy ezt tovább tudná -e vinni a veszélyeket ebből a csoportból, nem hiszem. Ez tehát az én véleményem erről a csoportról, de természetesen kíváncsi vagyok a tétekre is. Pléci, meg a kommentek között, hogy ti mit gondoltok itt az esélyekről. Ha tetszett a videó, nyomjatok rá a like és természetesen jönnek majd a hasonlók szépen egymás után a világbajnokságig. Sőt, a VB alatt is szeretnék majd folyamatosan foglalkozni a torna eseményeivel, úgyhogy ezekről a videókról sem szeretnétek lemaradni, iratkozzatok fel a csatornára. Köszönjük, itt voltatok, sziasztok!